nagy örömmel vettük, hogy a Szegedi Tudós Akadémia néhány év óta a Nemzeti Tudósképző Akadémiának a partneriskolái lehetünk. Kiemelt módon itt Budapesten, ugye a kerületek felé szolgáltatunk olyan gimnazista, középiskolás diákok számára, akik érdeklődnek a természettudományok iránt, akik egy kicsit szeretnének elmélyedni a hétköznapi tantárgyi ismereteken túl. Nagyon szerencsések vagyunk itt az iskolában, hiszen roppantó korszerű a laborunk, és a Tudósképző Akadémia biztosítja a vegyszereket és még korszerűbb eszközöket ahhoz, hogy új, számunkra ismeretlen kísérleteket végezhessünk el. A Nemzeti Tudósképző Akadémia programjának keretein belül az elmúlt években olyan dolgokat próbálhattunk ki a laborban, amire a diákoknak általában csak az egyetemen nyílik lehetőségük. Csináltunk például ELISA és PCR tesztet, gélelektroforézis, de boncoltunk patkányt, szívet, és ma délután pedig sertésvesét fogunk. A Nemzeti Tudósképző Akadémiának a keretében már hosszú évek óta fogadjuk a diákokat itt a Trefortban. 21. századi lehetőségeket biztosítunk, az orvosbiológiai kutatásokba egy kicsikét belekóstolhatnak. Részben neves kutatók jönnek el hozzánk, akik érdekes témákról tartanak előadásokat, részben pedig ők is elvégezhetnek olyan mikrobiológiai gyakorlatokat, amelyeket eddig valószínűleg csak filmeken láttak. Délutánonként és a tanóránkon kívül is részt veszünk a laborgyakorlatokon, ahol nagyon érdekes dolgokat csináltunk, és nagyon motiválóak voltak a továbbtanulásunknak a szempontjából. A harmadik emelet és az ott levő üveges laborunk beszippantja a gyerekeket, úgyhogy nem csak a tanórákon, hanem nagyon sokszor késő délutánban is itt maradnak, főleg ezeken a csütörtöki napokon, amikor ugye egy ilyen különleges programot szerveznek meg a tanáraink. Úgyhogy én egyrészt köszönetet tartozom, másrészt nagyon-nagyon büszke vagyok a diákokra, és hálás pedig a saját tanárainak, akik akármennyi időt, hétvégét, éjjel-nappalt beletesznek ebbe a programba.